Robotkutya, tündi, illetve van még egy napot. Budapest belvárosában járunk, mégpedig az akváriumban. Itt zajlik az Angyal vagy projekt, hogy pontosan ez mit jelent, az hamarosan kiderül. A lényeg, hogy hoztam én is valamit. Csenge 2 éves építőkocka. Igen. Akkor ráírod, hogy kastélyos dombolit. Az Angyal vagy névre hallgató projektet pontosan egy évvel ezelőtt indítottuk el karácsony előtt. Ugye ilyenkor azt lehet látni szerte az országban, vagy szerte a világban, hogy karácsonyt megélnek a szívek, és mindenki szeretne valami jót tenni. Mi azt gondoltuk, hogy Szigetként, volt fesztiválként, vagy akár akváriumos csapatunkkal ne ahhoz a táborhoz csatlakozzunk, akik azt mondják, hogy felajánlanak valamit, és ezzel megvan oldva ez az ügy, ami szintén nagyon fontos, hanem amiben mi azt gondolom, hogy talán jók vagyunk, az pont a szervezés, hiszen ezzel foglalkozunk itt az akváriumban és a fesztivál kapcsán is. És hát azt találtuk ki, hogy van egy partnerünk, az Ökumenikus Segélyszervezet. Őket megkértük arra, hogy gyűjtsenek össze az ország különböző pontján lévő otthonokban lévő gyerkőcöktől kívánságokat, olyan ajándékokat, olyan kéréseket, amiket ők nem kapnának meg a Jézuskától, vagy az Angyalkáktól, mint más gyerek. Mi pedig egy listát összeállítottunk, és azokat a partnereket, barátokat megkértük, körbeküldtük, akikkel egész évben kapcsolatban állunk, de van kedvük, segítsenek. Sziasztok! Hello, szia! Szóval, idén is Angyal vagyok, és tavaly is voltam, és hoztam. Nevet mondjak? Hát kéne nekem egy név, egy életkor, illetve egy város. Csenge, 8 és olasz Liszka. Csenge, 8 éves, olasz Liszka. Igen, meg is van. Egészen aranyos szívmelengető vagy szívszorító kívánságoktól a távirányítás autóig vagy focilabdáig sok mindennel találkozunk ilyenkor, és hát azt látjuk, hogy azért egy-egy partnerünknek, barátunknak az 5-10 000 forintos költés, amiről szól ez a projekt, ez azért belefér, és hát akkor, amikor elszállítjuk nagyjából 250 címre, 250 gyerkőcöz ezeket az ajándékokat, átadjuk az otthonoknak, az tényleg egy hihetetlen felemelő érzés. Ő kért elvileg egy intelligens gyurmát, állatos könyvet, illetve tornyosságot. Jó, akkor van 2 intelligens gyurma, én sem tudom mi ez, de szerintem jó, ez az. Jó, várjál, 2 darab intelligens gyurma. Én hogy csekkolni, hogy megvan-e minden, ami igen. Igen. Két intelligens gyurma, igen. Állatos könyv. Az emlésekre fókuszál. Oké, állatos könyv és tornyozság. Van egy flankó, egy csajos színű. Jaj, de helyes, szuper. Jó? Nagyon van benne egy csoki, azt nem veszem elő, de benne van. Jó, várjál, csokit, azt is, azt mindent leltárba kell vennünk. Csoki. Ez a mérő kis ács. Igen. Orosztálas tükörrel. Igen. Azt kértük ugye az emberektől, hogy hétfő estig hozzák be az ajándékokat, most ugye az összes ajándékot, ami eddig beérkezett, rendszerezzük. 254 gyerek volt ugye kitéve a kívánságlistánkra, és akinek esetleg nem jön be most ajándék, vagy valami miatt később tudják behozni, azokkal megpróbáljuk először felvenni a kapcsolatot, azokkal az ajándékozókkal, hogyha pedig ez sem sikerül, akkor ráhagytunk direkt egy plusz hetet erre az egész projektre, hogy abban a hétben még kitegyük azokat a gyerekeket újra a kívánságlistára, és akkor még ki tudják őket választani, hogy senki sem maradjon végül ajándék nélkül. Emma, és kastélyos gondok. Ez jó lenne, ha nem csak karácsonyról szólna, ezért ezt az általunk kitalált Angyal vagy projektet egész évre meghosszabbítottuk. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy szintén az Ökumenikus Segélyszervezettel együttműködve azt kértük tőlük, hogyha évközben felmerül ezekben az otthonokban, hogy tanévkezdéskor szükségük volna segítségre a tanszervásárláshoz, vagy az egyik otthonnak kellene egy pingpongasztal, egy ugrálóvár, vagy bármi, ami egy tavasz kezdéskor egy kisgyereknek fontos lehet, akkor fordulhatnak hozzánk, mi azzal a körrel, akikkel kapcsolatban állunk, akik karácsonykor is segítenek, megpróbálunk évközben is segíteni. Köszönjük szépen a segítséget, mivel ilyen angyal volt, el egy kis matrica és egy kis. Na, köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük.